Adventi hangversenyre várták az érdeklődőket december 2-án délután a Szerencsi Református templomba. Az ünnepi készülődés jegyében Börzsönyi József református esperes szólt a hívekhez, aki szent beszédében kiemelte, hogy az adventi napok és hetek összefonódtak az ajándékozással és az adományozással. Az esperes szólt arról, hogy az Isten egy énekkarral ajándékozta meg a református közösséget, amely egy évtizede emeli az ünnepek fényét műsorával. Börzsönyi József köszönetet mondott Száraz Bélának a kórus irányításáért és a szép produkciókért. Az ünnepi gondolatok után a református gyülekezeti kórus Száraz Béla vezényletével egyházi dallamokat adott elő. A program zárásaként Száraz Ábel nagy klasszikusok darabjait mutatta be a Szerencsi Református Egyház híveinek.